nem az a hónap, ez nem az a hónap, ez az a hónap. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a júniusi összegzés lesz, ugyanis vége a júniusnak is. Fél év átállt ebből az évből már. Nem tudom, hogy, de mindegy. Ha jó az emlékezetem, amiben mostában nem bízok annyit. Akkor elvileg 10 könyvet olvastam ki ebben a hónapban. Igen, 10 és felett, mert egynek a felén vagyok túl. Na most azt kell tudni, hogy ugyan 10 példányt olvastam el, ebből kb. 5 volt rendes regény hosszúságú, a többi pedig ilyen mesekönyv vagy rövidkönyv. Egy meg úgy a kettő között, úgyhogy viszonylag rövid könyveket olvastam el ebben a hónapban, és nagyon kevéset tudok majd felmutatni, úgyhogy majd be lesznek szépen vágva szokásos módon. Na de akkor nézzük, és azokkal kezdem, amiket tudok mutogatni, mert akkor utána megnézem a kis felírásaimat, hogy mi az, amit kihagyok. Oké, az elsőt azt egyből így is mutattam, hogy első kettő, ez Indrek Harglától, a Melchior, a Patikárius sorozat első, illetve második része. Ezeket a könyveket még tavaly kaptam a Metropolis Media kiadótól, és most jutottam el odáig, hogy el tudtam őket olvasni, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm őket. Ezeknek az volt a különlegessége, hogy Indrek Hargla észt szerző, és most nem lengyelt mondtam, mindig lengyelt akarok valamiért mondani, szóval ő észszerző. Tehát ezekhez a könyvekhez várható még egy Barangolás Európában rész is, amiben majd rendesebben beszélek róluk. Ez egyébként egy történelmi krimi sorozat, és van még itt nálam két része, most ezt a kettőt sikerült befejeznem ebben a hónapban. Annyit elárulok, hogy tetszettek, de tényleg majd csinálok hozzájuk egy külön videót is. Úgyhogy ezt itt most lezárom, és majd, ha nem felejtem el, be lesz linkelve, de szerintem el fogom felejteni, úgyhogy nem biztos, hogy be lesz linkelve, de majd megtaláljátok kicsit később a csatornán róluk az értékelő videót. A másikról megint csak nem fogok tudni sokat beszélni, ugyanis ez Rick Riordan-tól volt a Villámtól vaj, Percy Jackson és az Olimposziak első része. Ez volt a BookTube könyvklubbal az egyik közös könyv, amit olvastam, újraolvastam gyakorlatilag, annyi különbséggel, hogy most angolul olvastam, eddig mindig magyarul olvastam, de megkaptam karácsonyra az első három részt angolul, úgyhogy most kipróbáltam ilyen eredetiben is, még mindig jó, még mindig ide imádom, volt is róla a csatornán egy élő kibeszélünk, azt ide belinkelem nektek, hogy meg tudjátok majd nézni, ha érdekel esetleg. Úgyhogy igen, de azt mindenki tudja, hogy nekem mi a véleményem erről a kötetről azért, hogyha valaki nézi a csatornát, meg ide néz erre a polcra, akkor úgy sejtheti, hogy igen, én úgy szeretem esetleg Rick Riordant. Talán előfordulhat. Na igen, és akkor itt ez gyorsan áthajtottam azokon a könyveket, amiket mutatni is tudok, úgyhogy akkor nézzük ide, miket írogattam föl. Másik könyv, amit szintén a BookTube könyvklubbal olvastam, az a Molly Moon Hihetetlen kalandjai a hipnózissal című könyv. Georgia Bing. Erről a könyvről szintén van egy élő kibeszélőnk, mégpedig Fruzsi csatornáján, azt is ide szépen be fogom linkelni. Ez ugye gyerekkori kedvencek volt a havi témánk, és ez egy nagyon fura könyv volt, de amúgy meg egy tök jó könyv volt, úgyhogy igazság szerint én azért olvastam el, mert úgy jó reklámot csináltak neki Discordon a Fruzsiék, úgyhogy igen, úgyhogy bevonzottak, és tetszett. Úgyhogy nagyon jó volt, egy kislányról szól, aki árva, és talál egy könyvet, amivel megtanul hipnotizálni, és ez különböző kalandokba sodorja őt, de ott a kibeszélő, hogyha szeretnétek róla többet hallani, akkor ott meg tudjátok nézni. Ez egyébként egy olyan könyv, amiről én sose hallottam, most hallottam először, amikor ez felmerült a BookTube könyvklubba, pedig 2002-es, tehát jó, én akkor még csak 2 éves voltam, de úgy hallhattam volna azért róla, vagy láthattam volna, de ez nem egy olyan túlismert könyv, viszont abszolút teljesen jó gyerekkönyv volt, úgyhogy igen, tudom ajánlani. Főleg, hogyha valaki szereti a kicsit ilyen fura könyveket, mert tök jó volt. A következő, amit elolvastam, azt a Pokémon Readatorra olvastam, mondjuk ott a vlogomban nem nagyon beszéltem róla. Ez
Ingrid Chabert-től a The, nem The Waves, hanem csak simán Waves. Ez egy képregény, ami egy leszbikus párnak az egyik felét követi mondjuk inkább, és arról szól, hogy nekik, hogy ők elveszítik a gyermeküket még az anyamében, szóval nem tudja az egyik fel, aki nem tudja kihordani, és hogy ez milyen traumát okoz annak, ugye, aki elveszítette a gyerekét, és hogy ezt hogyan tudja feldolgozni. Nagyon szép képregény. De annyira megérintett, hogy én végig is sírtam nagyjából az egészet, ugye a 25. oldaltól kezdve, jó csak 100 oldal, de nagyon jó, úgyhogy ha tehetitek, akkor olvassátok el, mert nagyon-nagyon jó. Ez Esti kopogtatása volt egyébként, és mint elmondtam a Pokémon vlogban, Estire hallgatni kell, szóval ha Esti azt mondja, hogy valami jó lesz, az jó lesz. És ez is jó volt. Nagyon jó volt. Kifacsarja az ember szívét, de nagyon jó. Szintén a Pokémon readathonra olvastam a The Lives of Saints-et Lee Bardugótól. Ez egy ilyen kiegészítőkötet a Shadow and Bone világához, a Grishaverzumhoz, ahogy a cím is sugallja, a szentek rövid élettörténetét, vagy hát rövid történet a szentekről, valami ilyesmiben kell gondolkodni, mint egy mondjuk másik könyv, amiben szentek életéről van szó. Nem volt rossz, csak úgy semmi különös érzelmeim nem voltak a kötettel kapcsolatban. Ami azért is lehet, hogy nem vagyok azért akkora nagy Lee Bardugó fan, mármint jó volt a Shadow and Bone trilógia, de nem vagyok fanatikusan odáig, ezért az univerzumért, nem úgy, mint a Percy Jacksonokért, tehát nyilván a Percy Jackson kiegészítő kötetekért sokkal jobban rajongok. Következő, ami nekem föl van írva, az Alice Osman-től a Loveless, szintén Esti kopogtatott. Estiék kopogtattak, igen. Alice Osman írta a Heartstopper-t, tehát innen már lehet tudni, hogy ez egy jó könyv. Annyi, hogy ez egy regény, és ebben a regényben Georgette követjük, aki szép lassan rájön, hogy ő bizony a szexuális és a romantikus, tehát Georgette követjük végig, hogy erre így rájön, hogy milyen problémákat kavar magának, miközben próbál rájönni, hogy mi is a baj vele, mint hogy nem akar megcsókolni semmit, nincs crush-a senkin, nem érez romantikus érzéseket senki iránt, és ugye ő ezeket próbálja így felderíteni, hogy mi a helyzet vele, és elkerülnek egyetemre a legjobb barátaival, és ott ugye kísérletezik, meg ilyenek, és így szépen lassan felfedezi, hogy akkor ő bizony a szexuális, és nagyon-nagyon jó könyv, főleg azért, mert a karakterek beszélgetnek benne egymással, hogyha problémájuk van. Ezt mindig értékeljük. Nagyon tetszett, meg is könnyeztem többször is reggelente, ahogy hallgattam a villamoson, úgyhogy tényleg nagyon jó volt. Az annyira jól esik, amikor egy könyvben oké, hogy drámáznak, de úgy drámáznak, hogy picit drámáznak, aztán oda mennek és megbeszélik a problémáikat rendes módon, és utána már nem drámáznak tovább, mert megbeszélték, hogy mi a problémájuk. Ami egy nagyon jó dolog így könyvekben, meg Alice Osman könyveiben főleg benne van, hogy örülök, hogy végül hallgattam a propagandára és elolvastam. Vagy hát meghallgattam hangos könyvben. Ja, és nagyon jó volt a hangos könyv felolvasása is, tehát a stílus, a hangos könyvnek felolvasási stílusa nagyon sokat tud segíteni a történet élvezésében, szóval nagyon jó, amikor érződik azért, hogy éreztetik azt, hogy más karakter beszél, meg más karakter máshogy beszél, nagyon jó volt az is, úgyhogy igen, úgyhogy, ja, úgyhogy, még párszor elmondom, hogy úgyhogy, és akkor jók leszünk. Szóval nagyon jó volt. Na, lépjünk tovább, mielőtt még párszor elmondom, hogy úgyhogy. A következő könyv, amit befejeztem, az Gürtler Szilviától volt, a Lélekrebben is című kötet. Ezt a szerző küldte el nekem, mint recenziós e-könyv, hogy olvassam el és véleményezzem. Ez egy coachkönyv, tehát nem tudok sokat a coachingról egyébként, tehát így nem nagyon tudok erről sokat mondani, de a lényeg, hogy a szerzőnő is coach, és
ő ebben a történetben, illetve hát leírta a saját élettörténetét, és a különböző fejezetek végére tett be ilyen kisebb gyakorlatokat, amit maga az olvasó is ki tud próbálni, és ezáltal a saját önfelismerését segítheti, hogyha valakinek erre esetleg szüksége lenne. Szóval gyakorlatilag, miközben az ember olvassa ezt a könyvet, párhuzamosan a szerzőnő, ahogy a szerzőnő életútja bontakozik ki, azzal párhuzamosan tudjuk csinálni ezeket a kis gyakorlatokat, és akár saját magunkat is jobban megismerni. Ehhez a könyvhöz majd külön linket hagyok lent a leírásban, hogyha szeretnétek kicsit jobban utána nézni a szerzőnőnek akár a honlapján, ilyen olyan helyeken, hogy akkor ez pontosabban így hogy néz ki, vagy a coachingról, mert nem én vagyok a legjobb ember, hogy a coachingról beszéljek, mert nem vagyok annyira képben az ilyen dolgokkal. De még egyszer köszönöm szépen, hogy elolvashattam ezt a könyvet. Érdekes élmény volt. Na és akkor lépjünk tovább, hogy hol tartunk még. Igen, ez már megint nem az az oldal, nem ott nyílik ki nekem. Na, én június, azért sem tudtam nagyon több könyvet olvasni, vagy hosszabbakat, mert én június 21 és júli 2 között könyvtári gyakorlaton voltam, ami ugye nekem az egyetemi, a diplomámhoz kell gyakorlatilag, és hát emiatt nem tudtam annyit olvasni, mert napközben nyilván nem értem rá. Viszont egyik nap a gyerekkönyvtár részre voltam beosztva, és ott egyik szünetben leültem, levettem egy könyvet a polcról, amit még reggel találtam, ami egy ilyen kis cuki unikornisos könyv volt, és én azt elolvastam, mert kb. 45 oldal volt, úgyhogy nem volt túl megterhelő. És ez az Egyszarvú, aki mindenre azt mondja, nem című kötet volt, ez egy ilyen 3 éves gyerekeknek való kis kötet, nagyon kevés szöveggel, nagyon sok illusztrációval, de unikornisos. És nagyon vicces volt a legelső képkocka, az fogott meg bennemet, hogy az unikornisnak a popóját mutatták, amint hát kb. Fagyit bocsátott ki a hátsó felén rajta, és nem tudom, ez valamiért meggyőzött arról, hogy én ezt el akarom olvasni, úgyhogy én ezt el is olvastam. Egy makacs kis unikornisról szól, aki mindenre azt mondja, hogy nem. Ilyen félig verses formában, és igen, úgyhogy tök jó volt, én tök élveztem. Jó, hát akkor az utolsó könyv pedig az egy argentin könyv volt, viszont csak valami 24 oldal, vagy 48 oldal, azt hiszem. Ez a Some Days című kis, nagyon rövidke, nagyon kevés szöveges képregény, ez is valószínűleg ilyen nagyon kicsi gyerekeknek szól. Mondjuk nem biztos, hogy a nagyon kicsi gyerekek annyira megértik. Ez is ilyen gyászfeldolgozásról szólt, mint a Waves. Itt egy anyuka és egy lánya van, ahol, hát gondolom, hogy a történet alapján, hogy elveszítették az apukát, és így kicsit beszélgetnek róla egy nap, egy ilyen nagyon rövid pármondatos beszélgetés, hogy így hogy éreznek ezzel kapcsolatban, és hogy próbálják ezt feldolgozni. Tényleg nagyon rövid, mondom, 48 oldal, és így oldalanként 3 szó kb. A szöveg, tehát nem sok. Ebben még akkor botlottam bele, amikor Amazonon volt egy ilyen akció, úgymond, volt 10 darab ingyenes könyv a világ minden tájáról, mármint így, nyilván nem minden tájról, mert csak 10 darab volt, de volt mindenféle országból, és Argentinából volt ez a kis képregény, úgyhogy én ezt le is töltöttem Amazonról, és most el is olvastam. Így 10. könyvnek a hónapra, a kis 48 oldalával, mondom, nem volt egy túl megterhelő olvasmány. De érdekes volt, nekem tetszett. Nyilván ugye nagyon kevés szöveg volt benne, és így ott volt az benne, hogy nem feltétlenül könnyű megérteni, hogy most miről is szólt, meg nem fejti ki egyáltalán a dolgokat, de nekem tetszett ez a tömörség benne most pont, úgyhogy szerintem jó volt. Megemlítem, hogy ugye mondtam, hogy egy fél könyvet még olvastam, ez Elizabeth Tagnantól az Olga a papírlány, a különleges utazás, mint látható ebből még nem biztos, hogy látszódik. Tehát ebből még van. Ezt nem tudtam sajnos befejezni júniusban, így a gyakorlatommal együtt alatt, úgyhogy ez majd júliusban kerül bővebb
kifejtésre. Én ezeket a könyveket olvastam el a hónapban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti miket fejeztetek be júniusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!